Az idei tanév második rendhagyó irodalomóráját tartották a héten a Városi Könyvtárban. A sorozat következő témája a reformkor nagyjai, Kölcsey és Vörös Marti című előadás volt. Dr. Fűszva Balázs irodalomtörténész, az I. és Gyula Általános Iskola fiatal növendékeinek a reformkor neves alakjai életműveiből emelt ki meghatározó mondatokat, ezen kívül hangsúlyozta a téma fontosságát is. Hát, ha kimondjuk ezeket a neveket, akkor a kérdésre aztán válaszoltunk, szóval olyan emberekről van szó, akiknek köszönhetjük, hogy ma ez az ország létezik, ma itt vagyunk, beszélgethetünk, van televízió, vannak kommunikációs csatornák, világos van, jól érezzük magunkat a világban. Ezt bizony nekik köszönhetjük. Az irodalomtörténész mindig próbál egy kis humort belecsempészni az előadásokba, ezáltal kimozdítva a gyerekeket a rendes iskolai tanórák menetéből. Kepli Melioris Andrea pedagógus úgy véli, hogy nagyon feltölti a gyerekeket egy-egy ilyen alkalom. Egyfajta érdekes szellemi kirándulásnak mondható, még ha városon belül is van. Azért is egy jó dolog számunkra, mert kimozdulunk a megszokott iskolai keretből, és irodalomról, költőkről, írókról, művekről úgy hallanak a gyerekek, hogy közben interaktívan ők is bekapcsolódhatnak ezekbe a beszélgetésekbe, és nem tőlünk, tanároktól, a referencia személyektől kapják az információt, hanem költőktől, íróktól, irodalmároktól, egyetemi tanártól, akik számukra újdonságot képviselnek, ugyanolyan szavahihető és érdekes személyek, mint ahogy a mi is, de mégis máshogy mondják el. A reformkor íróinak és költőinek meg kellett teremteniük az ország önálló szellemiségét. A jelenkor írói más feladatokkal birkóznak meg, nekik elsősorban a nyelvi tudatosságot köszönhetjük. Az irodalom határozza meg, hogyan beszélünk a hétköznapokban, ezt pedig íróink, költőink verseiből, regényeiből tanulhatjuk meg a legjobban. A következő rendhagyó irodalomóra november 6-án Arany János balladáinak világába kalauzolja el a kisiskolásokat.